fölmaradt intézkedéseikkel gyilkosok! Kádár népe otthon marad, de Árpád népe itt van, a büszke magyar itt van! Háború van, háború! Nem veszitek észre? Pusztítják hazánkat, életünkre törnek, törvénnyel rombolnak, reformokkal ölnek. Az Y-terv minisztériumok, tehát az államapparátus blokkádjáról szól. Most már elmondhatom, hisz az egyik csoport célhoz ér. A következő lépésben pedig a parlament blokkádjáról van szó. Hangsúlyozom, békés demonstráció, illetve békés blokkádról van szó. Nem bántjuk az ott dolgozókat, nem bántjuk az őrséget. Egyszerűen a puszta jelenlétünkkel meggátoljuk, hogy oda bemenjenek dolgozni, és utána 2 órát kap a kormány, miután felálltak a blokkádok, hogy lemondjon. Hogyha ezt nem teszi meg, újabb közintézmények blokkádjára kerül sor. Tehát az első minisztérium megtörtént. Aki úgy érzi, kezdjen el és induljon el a minisztériumokhoz, vagy maradjon itt és zárjuk le a parlament környékét. De úgy, hogy kijöhessenek belőle. Barátaim, én úgy gondolom, ha itt most 1 millió ember lenne, akkor kicsit másként nézne ki ez az egész ügy. De nincs 1 millió ember, és azt kell mondanom őszintén, ez mindannyiunk bűne. Ha mi egyszer elhatározzuk azt, hogy erőszakhoz folyamodunk, akkor nem sörös üvegekkel fogunk majd dobálózni. De mi egyelőre még nem határoztuk el azt, hogy erőszakhoz folyamodunk. Itt szeretném felhívni a tisztelt köztársaság elnök úr figyelmét is arra, hogy az a zászló, Árpád zászló, a nyilasok mennyi idővel utána születtek meg? Ennyire bunkók, vagy ennyire bunkóknak néznek minket? Ez Árpád zászlaja, Árpád népe vagyunk, Szent István országa, akinek ez szúrja a szemét, takarodom hazafelé, az útirányt megmutatjuk! A Tisza Esztlári 14 éves kisleányt nem az Árpád sávos zászlók alatt, Solymosi Eszterkét nem az Árpád sávos zászlók alatt végezték ki, gyönyörűen megtervezett és megmunkált saktervágással, hanem az ők vallási ideológiájuk miatt, hogy a többit ne is említsem. Tehát hagyjunk békét ezeknek a zászlóknak, és akinek nem tetszik, pucoljanak hazafelé, mert úgyis takarítani fogunk. Úgyhogy Gyurcsány, takarodj, vidd az összes tolvaj, tróger, gyilkos haverod, mindeniketeknek takarodnia kell innen. Nem fogunk hazamenni, ahogy kézzel tette szemét. Itt leszünk, többen leszünk itten, most már jön Erdély is, jön Felvidék, Kárpátalja, mert mindenikünket megsértettél, te genetikai ganaj. Akármennyire fáj, most mindenki vegye tudomásul, hogy még nem vagyunk elegen, Bene Gábor szavaival még szervezkedni kell egy kicsit, de az viszont nagyon aktívan. Tehát mindenki, aki hazamegy, mondja el, hogy a népszavazás az nem elég, az ellenzék, amit csinál,